Szeretettel köszöntelek benneteket, és hogy elfogadtátok itt a meghívást, invitálást. A téli gazda esténknek az egyik értelme az lett volna, hogy a gazdának, ami szükséges a termeléshez, a információ hiány, a növényvédelem, a támogatási rendszer. Most pont egy új ciklus nyílik, és ennek a rendszerét szeretnénk egy kicsit bővíteni ismeretbe, és megtisztelt Bányai Gábor úr, hogy nekem megtisztelt eljött hozzánk, és hadd köszönjem meg Haszilló Ferenc polgármester úrnak is, ezt a helyet kaptuk tőle itt a téli estékre, meg a mai a gazdaestnek a háttér finanszírozását és az önkormányzatnak köszönhetjük, igen, köszönjük szépen. Nem az önkormányzatnak, nekem. Nem mindegy. Én azt remélem, hogy többen információ hiányban vannak, és a termelést az nagyon segítés kell is. Én azt remélem, hogy meg a jövő héten a BASF cég fog itt lenni, és hogy több arcot látok szintén itt majd. Átadnám a szót Haszilló Ferenc úrnak, egy pár szót, ha gondolja, és Bányai Gábor úrnak. Jó. Köszönöm szépen. Én is mindenkit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Az Istvánnal beszéltünk tavaly nyáron, hogy kellene ilyen gazda esteket tartani a téli időszakban, és akkor ez egy ilyen sorozatszerű alkalmankénti rendezvénynek szántuk, vagyis szánta István főleg, és én ajánlottam, hogy Bányai képviselő úr eljön, mivel mindenféleképpen, akit tisztelettel köszöntök, tehát köszönöm a megyei közgyűlés elnökét, hogy hivatalossá tegyük itt az egész rendezvényt, és hogy arról tájékoztassa önöket, tájékoztasson benneteket, hogy a következő 5-6 évben egy olyan koncepciót alakítanak ki országosan és megyénként és minden egyes településre végül is, amelyre rengeteg pénz jön az Európai Unióból, tehát a következő évben, és ennek a kulcsa, ennek a nyitja a megyei közgyűlés, és a megye kezébe lesz. És én szeretném, hogyha a képviselő úr tájékoztatna bennünket, hogy milyen lehetőségek, milyen pályázatok, milyen olyan kézzel fogható dolgok lesznek a következő években, amelyek a gazdákat érintik, és hogyan tudnánk kecerre is a gazdáknak olyan pozitív dolgokat lehozni, akár anyagilag, akár pályázati úton keresztül, hogy ez a térség minél jobban tudjon fejlődni. Ez a lényege az itteni találkozásnak, és még egyszer köszönöm szépen, hogy Gábor elfogadta meghívásunkat, és megtiszteltél bennünket, mint most már a körzetünk országgyűlési képviselő jelöltje. Köszönöm szépen. Igen. Ennyi volt a bevezető? Igen. Nem akarom húzni, mert így is egy kicsit késtünk, azért elég sok elfoglaltsága van a képviselő úrnak is, és kicsit késtünk. Jó estét kívánok! Igen, tisztelt keceli urak, mondom, többségben gazdálkodók, nem, szerintem nem bázok, hogyha azt mondom, hogy gazdálkodók, mert ha Huszár Pista meghív valakit, de akkor nem hiszem, hogy mondjuk a falu jogászait és közgazdászait hívná csak meg, hanem valószínűleg a gazdatársait. Megmondom őszintén, nagyon hosszú adásokat is tudok tartani. De éreztem, hogy ott valami rotyog abban a bográcsszerű valamiben, és nem halászléfül, amit én nagyon szeretek, hanem más, amit szintén szeretünk mindannyian. Ezért nem akarom őket sokáig itt a belső enzimek elválasztódásaik, elindulása közben sokáig terhelni a szavaimmal. Ezért röviden szeretném fölvázolni, hogy mi az a lehetőség, amit a magyar kormány a fejlesztési tervei készítés során akár a keceli gazdák számára is agráriumba forrásként szeretne befektetni önökkel közösen. Ugye a megyei önkormányzat az egyik tervező szervezete a magyar kormánynak végül is, bár nem vagyunk kormányzati szerv, hanem önkormányzat vagyunk, de nálunk van az a lehetőség, hogy a megye jövőjét meghatározzuk közösen a megyében élő vállalkozókkal, magánszemélyekkel, civilekkel, és hát mindenkivel, aki a megye jövőjét aggódik és tenni szeretne.
A megyei önkormányzat az európai forrásoknak a területfejlesztési kohéziós részével foglalkozik elsősorban. A tervező munkánkba viszont bele kellett folynunk az úgynevezett NAKVI, ez a Nemzeti Agrár Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Intézet. Ennek a szerzetnek a dolga, hogy Magyarország vidéki térségeibe az agrár és vidékfejlesztési forrásokat megtervezve, hogy kéne elkölteni. És nekik is, illetve a megye minden érintett vállalkozók is dolgozunk, hogyha gyakorlatilag kapunk rá igényt a vállalkozóktól, mert a kormány felé persze van igény a munkánkra. Arról szól a következő 20 perc, az én itt elmondandó szövegeim mondataiba, blokkjaiba, hogy van-e lehetőség, ha van, milyen lehetőségek kínálkoznak, illetve az az eddigi időszak, amit magunkat hagytunk december 31-ével, annak a tanulságát levonva, hogy szeretnénk könnyebbé tenni a következő fejlesztési időszaknak a pályázati rendszereit, hogy jobban hozzá lehessen férni a közös európai és hazai forrásokhoz. Ugye a mezőságban az a különleges helyzet adódik, hogy jelen pillanatban még él és még élni fog jó pár esztendeig a 1-es 2-es tengelynek a támogatási rendszere, ami alapvetően meghatározza egy országnak az agrárfejlesztésbe jutatandó forrásait. De ezek mellett van egy másik alapja az európai közösségnek, ami a földalapú támogatásokat és a különböző kiegészítő direkt támogatásokat, amit alanyi jogon a föld használatért cserébe kínálnak az európai gazdáknak. Ugye az európai közösségben nincsenek külföldiek, mindannyian európai belföldi polgárok vagyunk, ezért is van az a nagy vita most a pártok között, hogy mi kiadtuk-e a magyar földet külföldieknek, vagy engedjük-e, hogy a külföldiek megszerezni a magyar földet, és vagy nem. Ugye erről is lehet majd beszélgetni, hogy a magyar kormány által beterjesztett földtörvény, földforgalmi törvény káros-e vagy nem a magyar termelők, a magyar állampolgárok, a magyar gazdák számára. De előtte szeretnék inkább a fejlesztésekről beszélni. Mindenkit az érdekel általában, hogy a gazdaság, ami most vagy ilyen, vagy olyan, vagy sikeres, vagy kevésbé sikeres, tud-e és lehet-e fejleszteni. Gyakorlatilag mindenki, aki a mostani hónapokban megkeres bennünket, azt kérdezi, hogy mennyit kaphat ő, mennyit nyerhet el. Ezen a számokat, százalékokat megmondani ma nem illendő becsapni senkit se azzal, hogy azt mondanánk, hogy bármennyi, meg hogy bármekkora százalék. Viszont azt meg tudjuk már most határozni a közös tervezés során, hogy melyik esztendőben mekkora forrást nyissunk meg valamely célra, célterületre, nagyjából melyik területre, ami most földözetet jelent, mekkora intenzitású támogatást, teljesen hány százalékot elnyerni, ezeknek a meghatározása folyik most. Ezért nem mondok összeget, hogy mekkora összeg áll rendelkezésre mondjuk egy telepítési programra, meg azt sem merem megmondani, hogy hány százalékos lesz indítása. Nagyjából sejtjük, hogy tudjuk, hogy mit szabad mondani, de ma még ez 3-4 hónapig nem lesz eldöntve, és nem lesz Brüsszellel egy megállapodás kötve a kormány és Brüsszel között, addig ezek még csak egy fikciók, de jó úton járunk, hogy ne járjanak rosszul önök. Magyarul az úgynevezett vidékfejlesztés operatív programból, ami az egyik operatív programja lesz az a Magyarországnak 2014 és 2020 között. Ebben persze árfolyamtól függően közel 1600 milliárd forint áll rendelkezésre forrásként. Korábban ezt 4 tengerre osztották, volt az 1-es 2-es tengely, a fejlesztési célú támogatások, ezen belül volt a kertészeti támogatások, állattenyésztési, növénytermesztési és minden más halászati támogatások. Ezek voltak azok, amiből gépeket lehet vásárolni, termesztőházakat, vagy éppen telepítéseket. A 3-as és 4-es tengely volt a vidékfejlesztési forrás, és a 4-es tengely volt a LEADER programnak a forrása. Ezekből adott össze az akkori időszaknak a 1000 milliárdjai, 1400 milliárdja. Most ezzel szemben változás van az európai eljárásrendben, és prioritásokat jelöltek ki különböző területekre, ezt nem akarom most túlbonyolítani. Ezekben a területekben vannak elrejtve a 100 milliárdos fejlesztési csomagok. De amit viszont ezeken a szakmai részeken túlmutatólag el lehet és szabad mondani, és el is mondani, az az, hogy önöknek hiába írunk mi bármilyen terveket, ha nincs az önökben lévő akarat, ha nincs az önökben lévő szándéka tovább lépésre,
saját vagy a családjék érdekében, akkor írott malaszt lesz a kormány által általunk megrajzolt terv. És éppen ezért nekünk fontos információ kellene akár Kecelről is, hogy mi az a terület, ahol a keceli agráriumban élő agráriusok, legyenek azok növénytermesztők, állattenyésztők, erdészek, halászok, legyenek azok kertészek, szőlészek, borászok, mit szeretnek, mit akarnak fejleszteni a következő 7 évben. Ez az információ áramlás valahol megindult. Ennek nincsen ma már olyan intézés formája, hogy papíralapú levezést lehet folytatni, vagy találkozunk egy ilyen fórumon a fejlesztéssel foglalkozó tervezők és főnökeik, így jó magam is, vagy találkozunk az interneten, ahol meghirdetik a terveknek a társadalmi egyeztetését, amit vagy elolvasnak, vagy nem. Tehát, hogyha viszont nem találkozunk ilyen fórumokon se élőben, sok szem között, sok fül között, vagy nem olvasnak önök internetes hírleveleket a kormány, valamelyik minisztérium vagy valamelyik háttérintézménye ezzel kapcsolatban közöl, akkor nem tudnak róla. És sokan szerintem tudnak róla, hogy mekkora lehetőséget kéne megkiaknázni, és mi az, amit önöktől elvár cserébe a kormányzat. A nakvi.hu nevű oldalon megtalálja minden gazda egyébként az előkészítés alatt álló terveket, lehet egy egyeztetésre bevonódni, magyarul be lehet lépni abba a körbe, akik véleményezik a terveket, hisz ezek nagy része befolyásolható. Az, hogy Kecellen mi történjen a következő 7 esztendőben, részben a város vezetésétől függ, de a gazdaságban mi történjen, az nagy részt önöktől fog függeni. Magyarul, és itt most lezárom ezt a lelki felkészítő mondataimat, el tudják ma önök Kecellen, a keceli gazdák képviseletében dönteni, hogy Kecellen mit kell a következő esztendőben fejleszteni, mekkora területen, mekkora intenzitással, milyen összeget kéne idehozni Kecellre. Ezeknek a eldöntésére önök nélkül nincs lehetőség ma még másnak Kecell vonatkozásával, tehát ennek az asztaltásnak, itt a polgármester úrnak is, önnek is, akik itt vannak, meg még akik nem jöttek el, nekik is joguk van beleszólni és döntést hozni a felől, hogy Kecellre mit szeretnének hozni, mekkora forrásokat, milyen célokra. De nem sok idő van hátra. Ha nem lesz artikulálva, nem lesz bemutatva, mi a keceli akarat, nem tudják a döntéshozók, akik várják a tervezőknek a szakvéleményét, hogy itt a Kecellen a szőlők, a bor városában, ahol a megytől az almáig mindenfajta gyümölcsöt nagyban és gyümölcsöt termeszteni, nem tudja majd a tervező, hogy ide kéne hozni 10, 20, 50, 100 vagy 200 ezer hektár telepítésének forrását, mert nincs róla információ, akkor annyiból lehet majd gazdálkodni, amennyi az országos átlagból Kecell városára és térségére fog jutni. Tehát be kell jelentkezni ebbe a vita programba, vita anyagba, bele kell olvasni, meg kell bírálni, és helyben megbeszélve többekkel, még többekkel, meg lehet mondani egymás között, hogy mit is szeretnénk kezdeni Kecell agrárgazdaságával, annak minden szektorával. Tehát a föld alapú növénytermesztéstől egészen az áttenyésztésig és a feldolgozóiparig. Tehát most abban tudunk segíteni önöknek, én magam is, polgármestertől meg majd úgyis el kell készíteni a város saját fejlesztési tervét, hamarosan erre kapnunk egy felkérést is, amiben önök, akik érintettek lesznek, elmutatják, hogy tényleg mit szeretnének, de előtte az agrárium tervezési munkájába bele kell lépni. Tehát először is, bár nem tudom, hogy a állattenyésztő van a társaságban, nem tudom, van-e én össze feldolgozó a társaságban, vagy csak szőlész, borász, vagy egyéb kertészeti szakmát képviselő termelő van, ezt nem tudom, gondolom, nagy része szőlőgyümölcs tervezte. Szőlőgyümölcs, így van. Tehát először is, a szőlőnél azt mindenki tudja, hogy körülbelül durván 10.000 hektár szőlő telepítésére nyílik pluszba lehetőség. Ez a döntés, hogy most melyik ország részben, az ökológiai, melyik jobb területre lesz a telepítési támogatás nagy része utalva, erről döntés nem született. Én éppen múlt héten próbáltam lobbizni egy villányi találkozón egy borászat vezetőjén, akinek ebben beleszólása is lehet, hogy gyakorlatilag az alföldi borászat nélkül Magyarországon nem lehet ellátni annyi embert borral, olcsó borral, amit nem bűnök hegyvidéki borászatok megtermelnek, nagyon drágán termelnek nekünk bort, meg szőlőt, hogy az alföldi borászat, főleg a kunsági és a hajósbai oldéknek a borászata nélkül nem lehet
Magyarországon megfelelő mennyiségű bort készíteni szőlőből. És ez a döntés, hogy 10.000 hektárból hány ezer hektár jön Bács-Kiskun megyébe gyakorlatilag, mert az alföldi borászat nagy része itt van, és ugye mi adjuk a magyar bortermelés, szőlőtermelés gerincét, majd 50%-át, ezért én azt mondom, hogy ennek a 10.000 hektárnak is nagy részét ide kéne csalni. És utána nekünk az adottságaink, mert ugye az ökológiai adottságokat mérve nem tartanak bennünket túl jónak, de azért mégiscsak a lösz hátán vagyunk még itt Kecelen is, tehát a homok alatt itt azért jó termű talaj van, amely a szőlőgyökezet által is bejárható. Ez a vidék, akár Kiskörösig, vagy tovább fölmenve, és akár délre menve Baja és Kiskunas Jánoson irányába is, alkalmas a szőlő további telepítésére, de ahhoz, hogy a döntéshozókat meg lehessen győzni, meg kell állapodni itt helyben is, még egyszer mondom, meg azokkal, akik fönt az ökológiai jobb adottságú, tehát hegyvidéki szőlőterületeket tudják művelni. Annyi kiderült, hogy a hegyvidéki borászok számára nagyon kevés olyan adottságú hely van, ami még bejárható, még betelepíthető, hiszen már a villányban eltetszenek menni, ott már tenkes egy oldalában, a déli oldalában is szinte végig szőlő van. Tokajban nagyon nagy munkával lehet azokon a meredek vulkanikus meg mészkő egyeken, amik maradtak ott az pár millió égből telepíteni. Ott egy hektár szőlőtelt, és ott 10-12 millióba is belekerült. Tehát annak az árából itt nálunk lehet 3, akár 4 hektárnyi szőlőt is telepíteni. Tehát az a drága, jó, nagy minőségű borokat adó termőtöltek, amik az országban híresítették a mindig borászatokat, azoknak írgatlan nagy pénzeket kell elkölteni, illetve kevés területük van már, hogy telepítsen. Ezért szerintem a kormánynak egyszerű lesz a döntése, hogyha ránk is hallgatnak, hogy sokkal többet kell idehozni, mint az eddig gondolták volna, 5-6 ezer hektárt simán lehetne még itt mifelénk telepíteni. Pláne azért, mert ha megfigyelik a, persze most lehet, hogy panaszra is volna ok bőségül a borászok részéről, ezt nem tudom, hogy oka is van a borászoknak néha panaszkodni, pláne itt Kecelen a ismert, nem olyan messze lévő öregszőlők, Öreghegy Kft. Működése okán. Itt azért gondolom sok embert megsejtettek azzal, ami történt. De ettől függetlenül Kecelen és a térségben mégiscsak ez egyik hagyományos termelési, tehát szőtermelési területként itt nem nagyon lehet másról beszélni, de nekünk a lényeg az, hogy ne forduljon az amelyem egymásra feleslegesen, tehát 6000 hektárból van esély Kecelen a telepítési, ugye korábbi kivágási problémák miatt, hogy kivágtuk az őtületet nagy részét az elmúlt 6-7-8 esztendőben, ezt egy részét vissza lehet pótolni, és nekünk még egyszer, amiatt, hogy nincs elég bor a Magyarországon, visszakötöm a mondatokhoz, nincs elég bor Magyarországon az olcsó kategóriában, mert a nagyértékű borokból, bár kiderült, hogy megindult a kereskedelmi föllendülés a nagyértékű, nagyon drága borok irányából is, tehát van egyfajta fellendülés a fogyasztói piacon, de a hazai borfogyasztásnak a gerince mégiscsak a úgynevezett annak csúfó, de a jobb minőségű asztali boroknak a kategóriájába Magyarországban nem önellátó. Ezt látjuk abból, hogy hozzák be Olaszországból mai napig még kamionszámra, tankerszámra a borokat, mindenféle bort, és itthon keverik hozzá a hazai borokat, és ebből lesz valami, amit nem biztos, hogy szeretnénk látni a piacainkon. Tehát magyarul van egy esélyünk arra, hogy a hazai borfogyasztásnak a gerincét adó Duna borrégiónak is fejlesztési forrása legyenek. Ugye a bor ágazatnak a szőlőtelepítésen túl van egy fejlesztési másik oldala is, a borászatnak az infrastruktúra fejlesztése. Ennek is meg kell határozni, mennyit szőlőt kell telepíteni, akár Kecelen, akár más vidékén a térségünknek. Fontos tudni, hogy akarnak-e a gazdák borászati fejlesztést is végrehajtani. Hisz ez egy másik fontos élelmiszeripari fejlesztési csomagból kell, hogy táplálkozzon. Ennek a hátterét, ennek a forrás igényét is föl kell tudni mérni, és ebből erre is jó a mai este, hogy ezt önök, ha ma egzitnek, amit mondottam, akkor fölmérvén a Kecelen igényeket 7 évre vonatkozólag, tehát 2020-ig, ami körülbelül 10-15-20 esztendék fog hatásra lenni a térség borászatára, szőlőtermesztésére, el kell tudni dönteni, meg kell határozni ezt is, hogy akarnak-e és mekkora fejlesztést akarnak csinálni. A forrás tömeg mind a szőlőtelepítésekre, mind a gyümölcstelepítésre rendelkezésre fog állni. Most a pontos összeg, ez még mindig vita tárgya, hogy most
300-500 milliárd forint, vagy fordítva, a feldolgozóiparra menjen 300-500 milliárd forint. Tehát itt egy elég jelentős, közel 1000 milliárdnyi fejlesztés van az agrár alapanyag termelés oldalára, és ez az 1000 milliárdot tartalmazza gyakorlatilag a fejlesztésnek azt a másik részt, ami a piacra jutás, illetve a feldolgozottság fokát növelő tevékenység, tehát feldolgozóipari termeléshez, fejlesztésekhez kapcsolódna. Hatalmas pénzek ezek egyébként, meg se tudjuk magyarázni, hogy mit ér, mert egy 1000 milliárdról beszélünk, az majdnem 600-szor annyit ér, mint a mostani ott ötös fölnyerem, ha tudom, 1 milliárd, 600-800 millió, tehát ez is egyben látni, nem is tudjuk elkezdeni mekkora összeg, mekkora tömeg az, viszont éppen amiatt, hogy a kár is beszélt 1000 milliárdokról, azt kell meghatározni, arról kell inkább beszélni, hogy ebből a mai helyzetből mekkora telepítésekkel akarnak önök kivászni a bajból, mekkora piacot lehet szerezni önállóan vagy integrációban, amiben már megérkedték magukat, mekkora pluszfejlesztést kell csinálni, hogy legyen egy embernek, vagy több embernek, vagy több embernek egy közös fejlesztése, egy borászati fejlesztési célterületen, ezeket kellene kezelni és eldönteni. Mindenhová, ugye az ökológiai számítások szerint, ugye valószínűleg meghatározzák, hogy mekkora lesz a Villányi, a Tokai, meg a többi egyvidéki borászatnak a telepítési költsége, maximum. Meghatározzák, hogy nálunk is mennyi lehet ez, és ebből a viszonylagos számokból lesz hozzák ki azt, hogy most ez Bács-Kiskunba, ez 1 vagy 2 vagy 3 vagy 4 millió, és ennek általában már úgy számolunk, hogy 50%-a mindenféleképpen támogatás lesz a költség, 50%-a támogatás részét képezi, magyarul 50%-os intézetással kell számolni, ennyiben merünk számolni, de valószínűleg ennek lesznek kiegészítő részei, hisz Magyarországnak ahhoz, hogy piacot találjon a következő időszakban keleten vagy másik három égtájon, ahhoz hirtelen kell eljutni arra a tömeg mennyiségre, amivel meg lehet egy piacot jelenni. Sokan mondják, hogy vissza kell jutni az orosz piacokra, tehát a volt szöltődő piacaira, ebben is van nagyon sok ráció és okosság, egyet kell látni oda komoly mennyiséget kell kivinni. Én egy orosz politikussal beszélgetve, aki a nagykövetségen dolgozik, azt mondta, hogy tehát voltunk egy borkóstolón a Hajósbajó borvidéken, és cselszegi füzerest kóstolt éppen, és azt mondták, hogy milyen a bor, mondták az orosz úriembernek, kérdezték pontosabban. És azt mondja, kiváló is. Hogy jutunk ezzel Moszkvába, Leningrádba, most vagy Szentpétervár, mert mindig van még Leningrád, mi az ember bekeveri, elnézést kell kérte. Vannak még ilyen gyerekkori emlékeim, nekem is. És azt mondta az a orosz úriember, aki a fő üzletkötője Oroszország Magyarországon, hogy ebből, hát 10 millió palack. Most akkor voltak nagyon komoly borászatok, a több ezer hektoliter borba utaznak. Összesen azt mondták, hogy nincs Bács-Kiskunba jelen pillanatban ebből az egyfajta minőségű cselszegi fűszeresből 10 millió palack. Tehát addig, míg nem tudjuk, hogy mit akarunk termőterületünkön megtermelt szőlőből készült borra, melyik piacra eljutatni, nem tudjuk, hogy milyen fajtákat, nem tudjuk, hogy a magyar borászatok fajtiszta borokat csinálnak. Teljesen fajtiszta, nem kevernek hozzá málnát vagy ribizlit. Tehát a francia, meg a többi nyugat-európai borászat általában házasítják a borokat, ezért bírnak a piacokon minden évben szinte egyforma minőséget produkálni, mert kevernek egyik-másik fajtából többet vagy kevesebbet, még az árt borvidékeken is inkább ezt a küvétípusú borokat lehet még Bordeauxból is legtöbbször megnyerni. A nagyon drága borok persze azok már nem csak házasításra, azok is fajtatiszta borként jönnek a piacokra. Magyarországon jellemzően nem használunk házasítást, ritkán fordul elő, inkább így mondanám, főleg azért a bikavér típusú boroknál fordul, meg a nagy villányi boroknál vannak ezek a küvék, amikor egy fantázia név mögé rejtik a fajtákat, persze kiváló fajtákat, meg Cabernet Franc, Sauvignon, meg Merlot, meg éppen tudja még a kékfrankós, hogy bekeverem a bikavérhez, tehát rengeteg ilyen ügyet kell még Magyarország is eldönteni, hogy nekünk kell-e a fajta tiszta bor, vagy mi is küvékbe utazzunk. Na, a lényeg, ezek a döntések nem rajtam, hanem akik szőlőtermesztők, borászok, azokon fog múlni. Még egyszer szánszom egy a vége. El kell dönteni, hogy Kecelen van annyi telepítési jog, van annyi telepítendő terület, ahol bármekkorát, amit önök úgy látnak, be lehet telepíteni. Amennyiben van, egyrészt be kell jelenteni az igényt ennél a
Nemzeti Agrárközletvédelmi és Vidékfejlesztési Intézetnél, bekerített a Hegyközség Nemzeti Tanácsánál, a Hegyközségnek, hogy itt már pedig Kecelen úgy tervezzük, hogy lesz 500 hektár, 1000 hektár, ki tudja mennyi területek a telepítésére igény. Emellé pedig kérjük azt, hogy ennek a feldolgozó átterét, ha nincs meg, külön-külön vagy egybe se, akkor ennek is szeretnénk a támogatását majd kérni a tisztelt kormányzattól. Tehát ezeket a döntéseket ki kell önmagukból préselni, ki kell húzni, bízni egymásba, hogy nem árulják egymást egy idő után, hogy a belső titkokat elmondják, itt ebbe a dűlőbe akarok telepíteni, még nem azért, hogy birtok, aztán majd, magyarul ne, hogy egymást kijátszák, de meg kell bízni egymásba, és ez a bizalom fogja azt elérni szerintem, hogy lesz egy közös akarat pár héten, vagy egy-két napon belül, és a kecelőek el tudják mondani, hogy akarnak-e szőlővel, borral újabb és újabb területeken foglalkozni. Tehát ezt szeretném még egyszer megerősíteni, hogy a saját döntésüktől függ majd az, hogy lehet-e Kecelen is mekkora területeken telepíteni, mert ez az ismeretanyag önöknél van, nem nálam Kecskeméten, nem a kormányzatnál Budapesten, mert ők nem itt élnek, én se itt élek, ezért én is kérek, hogy nem élek mindegyik településen megyei elnökként, de én is csak egy helyen tudok lefeküdni, hál' Istennek egy nap, és az otthon van. Tehát nem hiszem, hogy ez ennek gond a közöttünk kapcsolatban, de a lényeg, hogy el kell dönteni a kecelieknek, hogy a keceli szőlőzettel, borászattal vannak. A másik terület, amiről most szerintem beszélnem szabad, a gyümölcs telepítések, a gyümölcs termesztés jövője. Ugyanez az adottság, ugye, ha valaki egy dombvidéken akar Nyugat-Magyarországon gyümölcsöt telepíteni, valószínűleg a domboz viszonylag drágább, a melioráció költségei miatt jelentősen drágább is lehet akár, ott is valószínűleg lesznek ilyen kategóriák, tehát más egy síkvidéken telepíteni, mert a fajta választékban nem annyira, csak maga a művelési mód megválasztás és a telepítési költség növekedésben van különbség közöttünk, de itt is van mód arra, hogy megmondják, hogy mit akarnak Kecel határában, milyen gyümölcsöket akarnak még telepíteni, akarnak-e szerkezetváltást, korszerűsítést csinálni a meglévő ültetvényeikbe, hisz erre is nyílnak források. Amellett, hogy ez is 50%-tól fölfelé reméljük, hogy majd lesznek támogatások, mert mai helyzet magyar gazdák, magyar vállalkozók, források, tehát ahogy kiszáradt időként nyáron a határ, ugye az önök zsebe is gondolom, nem hiszem, hogy nedves forintokkal elró százas kötegekkel van tele, tehát ki vannak önök is kellőképpen száradva. De épp amiatt, hogy az önerejét pótolja a kormányzat, ugye már tavaly év végén már az őstermelők is például a növekedési hitelből szinte ingyen kamatú, ami nem ingyen pénz, de ingyen 2,5%-os kamatos hitelből már részesülhetnek, már pályázhatnak rá, reméljük, hogy sokan el fogják nyerni. Tehát az önerő pótlására és részleges pótlására 3-5 évre fogunk juttatni önöknek egy plusz forrást. De a lényeg az, hogy számolják nyugodt 50%-tól indulunk majd a telepítés támogatásra. Ez lehet, kevés, de mondom, azon dolgozunk, hogy ez inkább fölfelé tornázódjon, mint 50% alá, de a döntés már megszületett. Tehát a telepítésre is, a gyümölcs telepítésre is lesz támogatás. Ugye nagyon fontos, hogy ha meg megtermeltem, mondtak, azt valahol el is tudjam tárolni. Meg kell feltétlenül azt is szinte dolgozni. A tárolók építésének ma nincs alternatívája, magyarul kell tároló, mert nincs elég tároló, bár összessége Magyarországon a rendszeres tájékán az összgyümölcs termesztésnek, tehát ami tárolható gyümölcsöket, tehát a körtel meg a lama volt a leginkább erre a célra szánt gyümölcs, ugye a csontiasokat nem szoktuk nagyon tárolgatni, ritkán fordult elő, az a nyári tárolású gyümölcs az a téli tárolású gyümölcsökbe, tehát almában, körtében utazó hűtőknek is tudott adni munkát, de lényeg az, hogy tárolóépítésbe is testen tudtam gondolkodni. Éppen ezért mind a telepítési terveiket, hogy hol akarnak, mekkorát, milyen fajtákkal, akár szőlők, akár gyümölcsökfélékből telepíteni, ezt már most kezdik el megtervezni. Szerezzék be az opciós árnyátokat, hogy ugyan mennyi lesz körülbelül idén tavasszal, most ez nem rossz a példa, idén ősszel, jövő tavasszal, 16-ban, 17-ben a gyümölcsholtványok ára, mennyi a szőlő, sima vesző, a szőlő holtványnak az ára, mennyibe kerül körülbelül, milyen ára. Ugye egy 5%-os indexálást nyugodtan lehet sajnos tervezni, mert ebbe a rezsi csökken, de nem feltétlenül, hogy amikor van egy támogatás időszak, akkor rögtön felemelik az anyag árát a kereskedők, akik eladják a műtrágyát, a vegyszert, eladják a oltványokat, vagy éppen a telepítési távrendszernek az anyagait, vagy bármilyen más anyagot, azt tudják emelni, azt nehéz befolyásolni központi eszközökkel.
lényegében találják ki azt, hogy mennybe kerül egy hektár telepítés, egy köbméter tárló, egy nem tudom mekkora bor vagy hűtőtárló építése, ezeket mind ki kell számítani. És azért kérem, hogy számítsák ki, mert hogy tudjanak fölkészülni egyrészt előtt, tehát a bankkal tárgyalva, ugye ha valaki elkezd egy fejlesztést csinálni, az megkeresi, hogy mi van a zsebemben, vagy mennyi bírok félretenni a következő időszakban, megkeresem a takarékszövetkezetet, vagy éppen a nagyobb bankomat, hogy akinél számot vezetek, hogy erre készülök, erre készítsük fel egymást, hogy én 2014 végén 5-ben, 6-ban, 7-ben, 8-ban, 9-ben vagy 20-ban szeretnék fejlesztési célú támogatást elnyerni, és ezt kell mondani a bankomtól nekem mitel. És épp amiatt, hogy 7 éves fejlesztési időszakról van szó, én arra biztatom önöket az első 4 évében, tehát 14 végétől 18 végéig tervezzék inkább a programot, mert szeretnénk a pénzek jelentős, ami gazdaságfejlesztési forrás beletolnak a gazdaságba, hisz ekkor lesz hatása a magyar gazdaságnak megindulására, fejlődésére, hogyha nem apránként jönnek a pénzek, hanem egyszerre nagy tömegű forrást fog a kormány éppen ezek kiutalni pályázati rendszereken keresztül az önök számára is. Tehát ezt szeretnénk kérni, hogy 14-18 közötti időre a fejlesztési forrásokat, ami a gazdaságban jönne, ezeket tessék megcélozni. Nagyon fontos, még az, most nem átenyésztő hatásságban, Pista? Átenyésztő? Átenyésztő nem igen van, inkább szóval hűtőkamráig gyümölcsök. Akkor erről beszéltem. Még amit talán el kell mondani, azt tudni kell, hogy a 2014-ig, bocsánat, 2013-ig, 2007-től kezdődően az előző tervidőszakban még a másik kormányok tervezték a pénzek elosztását. Nagyon-nagyon nagy pénzek voltak akkor is, hatalmas hitelek is voltak az országban, ezt tapasztaljuk mai napig, hogy mekkora kárt okozott ez a sok-sok hitel meg, amit a magánszemélyek vettek föl. Ország minden rétegének, minden polgárnak szinte van egy kis gondja ezek a hitelekkel, hogy az élelmiszeriparra, csak hogy értsék, hogy egy olyan országot beszélünk, ahol tehát a vidéken élők nagy része még mindig valahogy kötődik a mezőgazdasághoz, ilyen élelmiszergazdasághoz. Volt 10.000 milliárd forint európai fejlesztési forrás, és 100 milliárd volt összesen a 10.000 milliárdból az élelmiszeripar fejlesztésére fordítva. Értik a különbséget? Tehát 10.000 milliárdnyi fejlesztési forráshoz képest mi kaptunk az élelmiszeriparunk 100 milliárd forintot. Ez 1% jó számú? Igen, 100%. És a magyar élelmiszeripar adja a GDP-nek egy 6-7%-át tudomásunk szerint. Na hát ilyenek is voltak. Tehát most ez a szám 300 és 500 közé lesz beszélve, de ez az 500-ról beszél, mert ugye a agrárforrása magában kevés lenne ez, mert az 1600 milliárdnak egy nagyon részét be kell tenni a vidékfejlesztésbe. Éppen ezért van egy másik forrásunk, a gazdaságfejlesztési innovációs program, az a GINOP névre csúfolt nevezett program. Ebben 4200 milliárdnyi forrás van, van még egy rész, amit mi kezelünk a megyei önkormányzat, a települési és területfejlesztési operatív program. Ezzel együtt 4200 milliárd forintnyi gazdaságfejlesztési, nem agrár csak, hanem ipar, turisztika, feldolgozóipar, most nem feltétlenül a gyümölcsre kell gondolni, hanem vannak más feldolgozóipari tevékenységek is. Erre 4200 milliárd áll rendelkezésre, és ebből lesz majd az élelmiszer gazdaságba is belerakva, beletolva egy 150-200 milliárd forint. Tehát így jön össze az, hogy 5-szer annyi pénzt akarunk a magyar élelmiszeripar fejlesztésére, ezzel a borászok fejlesztésére. Ugyanígy a telepítésekre is sokkal tölt, hisz Magyarország, ma nem, ha jól megnézzük, nem tudom, almatermesztő van önök között? Almatermesztő. Egy van a talpon vidéken, kettő mégis az vagyok részben. Na most az almatermesztőket, akkor ismerjük a helyzetet. Tehát jelen pillanatban Magyarország almafogyasztása az, hát nem zéró, de nagyon kicsi a magyar emberek almafogyasztása. Tehát itt azt akarnánk, hogy Magyarországon minden magyar ember, ugye most azt mondjuk, hogy 10 kiló körül az almafogyasztás Magyarországon, 100.000 tonna nem ipari, hanem minőségi alma termesztést feltételezi. Most mennyi terem pontosan ezt nem tudjuk, mert mindenki mond itt 200-400.000 tonnáig, de java része közel 300 tonna almát viszünk a légzömegbe. A magyar háziasszonyok, a mi asszonyaink, még a miénk talán rendesen a piacon helyett a hűtőbe vagy a kamrába, de java része ezt az összeöntögetett, durván kezelt gyümölcsöt veszi meg a piacokon vagy a nagy áruházakban. Ebben is változtatni kell, hiszen az almánk emiatt, hogy ilyen csúnyán bánnak a kereskedőink az almákra is, meg a háziasszonyok is nem nagyon akarják ezt a vackot megvásárolni, amit magyar almaként időként bemutatnak a nagy áruházak.
Ezért a piacunk jelen, a jó almánkat gyakorlatilag Románia irányba, meg Bulgáriába viszik ki, meg néha Montenegro, meg Boszniába viszik a magyar almát. Tehát a Magyarországon fogyasztott alma részt nem is Magyarországon származik már. Ebben változtatni kell. Erre ez a marketing, tehát reklám kérdés, ezeket majd ehhez értő szakemberek megoldják. De ahhoz, hogy Magyarországon egy egészséges társadalom jönnét, amiknek a naponta egy alma az orvos távol tartja, szokták ezt mondani. Ha csak minden nap egy magyar asszony, meg férfi, meg gyerek megenni egy almát pluszban, mint megeszik ahhoz képest. Most egy gála az 10 dekás, egy idaredek 16 dekás, legyen mondjuk egy 15 dekás átlagban, tehát kiló, egy kiló van mondjuk 6 darab almából áll, csak most nem szőlőjük a példában, akkor egy pohár borra is lehetne ezt visszaszámítani. Hogyha így vesszük, hogy naponta mindenki egy 15 dekás almát elfogyaszt, naponta szorozva az év napjával számával 40 kilónyi almát lehetne egy évben eladni Magyarországon, ez 400.000 tonna első osztályi minőség almát feltételez, ez számítva, ez kb. A liana, itt az 800.000 tonnányi almát kell termelni. Ennek a fele sincs ma meg. Tehát ebben óriási lehetőség kínálkozik, ha lesz egy jó réteg, aki mint háziasszony gondosodik a saját családjáról, a gyerekeiről, papáról, mamáról, meg a férjéről, meg a mindenki másról, akkor ebben óriási változás lesz a gyümölcsfogyasztásban is, meg hogyha mindenki egy nap fél decibel több bort inni Magyarországon, hogy megiszik, tessék felszorozni, és nem a kocsmában lévőkre gondolunk csak elsősorban, hanem mindenkire egy pohár vörösborra az által jót tesz az embernek. Sajnos nem félek én sem hozzá, mert vezetni kell, mert látom be a jó borokon az asztalon. Hogy ha ezt összeadnánk, hogy mindenki, tehát tudatosan vásárolna itt az országban, a magyar bor tényleg lehet, hogy az új bor januárra, februárra kifogyna a hordókba. Tehát óriási lépés előtt állunk, szerintem. És egy másik ilyen betűt, ami azt mondatja velem, hogy biztos ennek arra, hogy merészen gondolkodjanak egyelőre a vállalkozások fejlesztésébe. A világ egy nagyon nagy része fejlődés alatt áll. Mi 1,7%-os fejlődést produkáltunk az előző évben, ez 8-szor akkor, mint az európai művegésznek fejlődése, tehát a GDP-nk az nem 0,2-vel, hanem 1,7%-kal fejlődik. Ez persze nem mond csak mindent, még a zsebünkben ezt nem érezzük, de azért mégiscsak a számok időként magas dolgok, ezt nem is mi mondjuk, ezt az európaiak mondják, már az Európai Bizottságtól. Hogyha Kína, India, meg a többi ázsiai ország így gyarapszik, anyagilag is, meg létszámba is, vonódnak ki az európai, meg észak-amerikai és a dél-amerikai térségből az élelmiszer alapanyagok, meg a feldolgozott élelmiszerek. Hisz átálltak nem az ázsiai rizsalapú fogyasztásra, hanem az európai buza alapú fogyasztásra, a világ leggazdagabb és legjobban fejlődött térségeibe. Tehát most persze gazdag Japán is, meg az USA is, de mégiscsak a kínaiak adják most a világ GDP-nek lassan 20%-át, hisz annyian vannak. A lényeg, hogy India és Kína, meg a többi ázsiai állam gyarapodás miatt egyre több terméket, minőségi terméket kéne vinni a piacokra. Ezáltal valahol keletkezik egy vákum, egy gyűr. Ha egyszer veszek a pohárba egy két kort vizet, akkor abban hiány lesz, az valahol pótolni kell, hogyha szükségünk van rá, újra a pohárt el legyen. Tehát ez gyakorlatilag azt fog eredményezni a számításaink szerint, hogy buzából, takarmány, egyéb takarmánynövényekből, ennek révén állattenyésztés oldalán, sertésből, marhából, a többi, akár a barom, a szárnyasokból, mindenféle jószágból is egy hatalmas export indul majd Kína felé, mert Kínában pusztulnak a földek. Kínában általában évente 500.000 évtől évjáratot, milyen esős, monoszonos időszak van, 500-es egymilektárnyi föld tűnik el, mert nem bűnök vele bánt, mert a nagyiparostásban gyakorlatilag teszik tönkre a földjeiket. És ezért vásárolnak Kelet-Európa nagy sztyeppén, tehát Oroszország, Kazasztán, Ukrajna, Belorussziában földeket, ahogy Kórea is vásárol földeket, mert akarja biztosítani egy több százmas országnak a ellátását, illetve a Kína meg a 1,3 milliárdnyi lakosát. Tehát itt egy óriási hiány kezd mutatkozni a piacokon, tehát minden előző azt mutatja, hogy a feldolgozott termékek piacán, az alapanyag termés piacán is nem kínálati piac, hanem kereseti piac fog bekövetkezni. Magyarul van keresni valunk. Egyrészt Magyarországon is. A hazai piacokat vissza lehet szerezni. És higgyék el, ez nem a politikusi nagy duma, hogy önöket rávegyük arra, amire nem is akarnák, hogy rávegyük. Én magam is, mintán gyakorlatilag kertészművelek vagyok, még nem fedettem ezt teljesen mindent, szerencsére. Szeretném majd egyszer átadni a családomnak, a gyerekeimnek a tudást is, meg a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát.
ezért én abban gondolok, hogy a gyerekének bármilyen nehéz is most a kertész emberek meg a szülésznek a dolga, de ezt valakinek tovább kell, mert lesz rá szükség. És én biztatom a gyerekeket, hogy gondolkodjanak, és beszélgetünk, amikor csak mód van rá, esténként vagy hétvégén, amikor mindenki tudom, hogy igenis fejlesztésbe kell gondolkodni, kell szerezni, ha más nem bérletbe, ha van lehetőség tulajdonban birtokot, hogy eljusson mindenki arra a terület nagyságra, ahol bőségesen el tudja a gyerekeit, unokáit, akárki mást látni jövedelemmel. Magyarul szerintem a keceli agráriumnak a kertészeti, szülészeti, vadászati rész előtt is komoly kihívás és komoly jövő lehet. De ez azt kell, hogy önök eldöntsék, hogy akarnak-e tovább lépni, vagy megrekednek, ahol vannak, akármilyen jó vagy rossz az az állapot, de van lehetőség tovább lépésre. És itt egy másik, nem olyan is támogatáshoz kapcsolódó üzenet. Nagyon dolgozunk azon, hogy ez persze furcsán fog hatni, mert eltett 20 pár esztendő az előző rendszer óta, de abban is voltak az a jó működő dolgok. Tehát az állami felvásárlási rendszert, ha nem tudjuk visszahozni, akkor egy állami gyümölcs, zöldség, felvásárló és tároló közös, a gazdákkal közös állami szervezett cég nem jön létre, már pedig azonok, hogy létrejön, akkor nem bírunk egy nagyobb piacra, de még akár a hazai piacra is megjelent, mert nekem vagy önöknek külön-külön kevés pénzük van arra, hogy a legszebb papírdobozba, a legszebb címkézett palackba töltsük azt, amink van. Illetve a külpiacokon bármelyik nagy piacot vagy kisebbet veszünk, azt most tegyük föl, van Magyarországon gyümölcsből 50 termőtáj, borból szintén van 20, nem tudom hány borvidék, mert emlékszem, olyan régóta emlékeznem. Mindenki más meg más címkével viszi ki az ekkor-akkor tételét. De ez nem ment meg a piacon. Egy 1000 tonna almával nem tudunk semmit se megnyerni. Egy kereskedő legfeljebb valamelyik keleti ország kisebb városában, nagyobb városában. Úgyhogy én azt mondom, meg azt mondjuk, hogy az, hogy egy orosz piacot, akár egy attól távolabb piacot meg tudjunk szerezni bármely gyümölcsféle részére, abból nekünk 10 000 tonnányi mennyiséget kell rendelkezni egy kupacba, persze tárolt, extra jó helyet tárolt, szépen feldolgozott, szépen csomagolt gyümölcse, bírunk csak piacot visszaszerezni. Ezért aztán ilyen kvázi zöldért-szerű felvásárlói, hungorfus-szerű központokat kellene majd és céget kell létrehozni. Ezen dolgozunk, mert ez nem feltétlenül fog tetszeni Brüsszelnek, de nincs más lehetőség, hogy össze kell fognunk a kormánnyal, bármilyen színű is lesz, de mint a gazdákkal, bármilyen színűnek is mondjuk, össze kell állni, mert különben egyenként, hogy valaki éjszaka elindul a piacra, télen, nyáron, húba, fagyba, esőbe, szélbe, napsütésbe, ott alszik a nagyobb piacon, és szemben az árujával, vagy éppen a kereskedő egyfolytában, kisebb nagy tételben kínlódik, hogy mikor fizet, mikor nem. Ezeket ki kell küszöbben, mert tönkre fog menni a magyar agráriumban a kisebb termelő családi gazdaság méretű réteg. Tehát ez az egyik ilyen nagyon fontos lehetőség, ami mellett állunk, vagy amire készülhetünk, illetve az agrármarketing források is, ami ahhoz kell, hogy a jó bornak is kell a cégért, mert régen azt mondták, hogy nem kell, de a jó gyümölcsnek, a jó szülőnek, a jó bornak, tehát kell a cégért, tehát erre a célterületre minden egyéb korábbiakhoz képest ugye nagyon sokat kell fizetni a pályázatíróknak, akik írtak a pályázatainkat, akik bezsebeltek a pénzeinket. Most azt a pénzt, amit erre a célra kell befektetni, ennek nagyon részét marketing eszközökre lehet megfordítani, ami annyit is fog jelenteni, hogy akár egy közösségi fejlesztés, akár egyéni fejlesztés esetén az önök gyümölcsét, szőlőt, vagy legyen feldolgozó borát lehet majd reklámozni azokból az európai forrásokból. És kiegészítendő, a pályázatírási szakma átalakul. 100 millió forintos támogatásig a településeket, minden milliárd fölötti írni, és a megyei önkormányzat és a Széchenyi programnak a regionális ügyességnek a megyei része fogja pályázatot előkészíteni és megírni. 100 millió forint fölötti támogatásnál a vállalkozóknál be lehet hozni magánszektorból pályázat kezelő, menedzselő céget is, de minden pályázat gyakorlatilag úgy néz ki, még az MVH-s, tehát az agrárvidékfejlesztési forrásoknál is be fog jönni egy állami rendszerbe, és nem kell te fizetni. Tehát nem lesz ilyen, hogy egy pályázatíró majd szépen leút bennünket, és sikerdíjnak reményében még hiszünk nekik, és vésznek a csőbe. Egy új pályázati rendszer fog kialakulni, reményeink szerint sokkal jobb lesz. Persze ezt is el lehet rontani, hogyha rosszul jön valaki hozzá, de jelenleg úgy néz ki,
hogy egy sokkal kisebb papírmunkával, kisebb ügyintézési sorbálási, akár a NVN, akár más területeknél nem kell sorbálni majd, egy elektronikus feltűző rendszer lesz majd az alapja mindennek, és ennek meg lesz majd a fizikai eleme, úgy néz ki, hogy minden térségbe, most Kecel esetében kiskörösi központtal, máshol Valas, máshol Jánosom, tehát a térségi központokban lesznek ilyen alirodái a megyei önkormányzatnak, ahol együttműködő partnerként a Széchenyi programnak a közösen fogják a visszakemberénk önöket fölkészíteni a pályázatoknak a benyújtására. Tehát egy ember pálakozó, pályázóbarát rendszert építünk ki, ebben remélem, hogy nem lesz csalódás, mert nagyon sok ember csalódott már. És ami tényleg nagyon fontos, ne felejtsük el, zárásképpen mondanám, utána a többiről majd esetleg a kamerán kívül beszélgetünk. Csak akkor lesz sikeres önöközül bárki, ha mostanában még van rá lehetősége, amíg ezt erre kíváncsiak, mert jövőre nem lesz már kíváncsi senkire, senki se arra közülünk, akik a tervet készítjük, mert elkészülnek, mit akarnak önök csinálni. Tehát most próbálják felrajzolni azt az időtávot, ezt a hét esztendőt, annak az első 4-5 évét, amikor önök fejleszteni akarnak. Nem lesz még egyszer ilyen kérés, nem lesz még egyszer ilyen felajánlás a következő hónapokban, években, amit most teszek, hisz lezárul még egyszer a tervezési időszak. Akkortól már nem bírnak beleszólni a nagy közös sorsunk alakításába. Egy. Kettő. Ha most föl tudnak készülni, hogy melyik évbe akarnak, és ezt közlik is a megfelelő szervezettel, a várossal, a megyével, melyik évbe akarnak és mit csinálni, mekkora összegben milyen intenzitást szeretnek elnyerni, ebből lehet összerakni egy országos és persze megyei megterületi terveket is, de ezzel, hogy ők megtervezik a jövőket, tudni fogják, hogy melyik esztendőben várható 90% pontossággal akár település támogatások, gyümölcsre, szőlőre, akár másfél termesztésre, a zöldségtermesztésbe, és mekkora, mikor érkezik forrás a borászati fejlesztésekre. És nem úgy fognak járni, de a legtöbb pályázó, hogy hoppá, hallottak róla, hogy lesz egy kiírás gyümölcsterjesztés, vagy szerkezetváltásra. Én is így voltam az ilyen pályázatunkkal, sógorról szólt, ott dolgozott egy időben ennél a szervezetnél, hogy hallottál róla? Nem, hát lesz egy ilyen. De valaki, aki tudta egy éve korábban, mert benne volt a tervezi munkában, hogy lesz majd ilyen, hogy szerkezet átalakítási támogatás, új tervezési támogatás. Ezek én nem voltam napra kész, mert nem, hát de legtöbb, mondjuk én persze más pályámban, mert ugye megyei közésben nagyon sokat kell dolgozni, de önök is nagyon sokan lemaradtak információjában, szerintem, jól mondom? Igen. Na, ez van a géptámogatás. Ott talán annyi volt a pozíció előnyünk, hogy időben kitette a kormányzat lesz ilyen támogatás, ott nem volt ilyen probléma, de az összes, ami az alapanyag termésünkhez kell, nem, többség nem tudott róla. Most erről most önöket tájékoztatom, hogy lesz. 15-ben biztos már lesznek tervezési támogatások, ami ki lesznek írva már, ha minden jól megy, megállapodunk a brüsszeliekkel, akkor az évnek a másik fele, közepe, vége felé, tehát ősszel várhatom az első pályázati felhívást tervezet, és ha minden jól, akkor évvégén ki is lesznek írva, tehát készítsék föl a családjukban a feleségeiket, gyerekeket, mamát, papát, hogy össze kell dobni a rávalót, tervezzék meg azt, amit meg kell tervezni, a költsetést, tervezzék meg azt, hogy ez mennyi önerőpótló hitelt akarok felvenni, és kezdjék el a bankjaikkal tárgyalni időbe, hogy önökre számít, hogy évvégén vagy jövő év elején önök hitelé fognak jelentkezni, addig szépen meg kell rajzolni az összes kockás lapon meg akár Excel táblában az ő tervet, hogy mikor mennyi forrás kell beleinvestálni. Ugye egy támogatásnál N+2 éves programok vannak, magyarul 2 évig van arra, hogy ha megpályázták, befejezzék és elszállnak a telepítési támogatásukkal. És ami nagyon fontos záró gondolat, mert ne kelljen megkérdezni, lesz, és komoly mértékű, eddig is volt, csak nem tudtak róla sokan, van és lesz előleg. Mert elnyernek támogatást, már alapból 50% már most az előleg, amit igényelni lehet, ami előfinanszírozást tesz lehetővé. Tehát nem önöknek kell utólag majd elszállni és megkapni, amikor bezárult, eljött az NBA, vagy a kamara, vagy bárki, aki előző szervezet lesz, megnézték, hogy minden szög ott van az oszlopban, minden ott van szépen sorban rakva, és annyi van, nem kevesebb nőt kértek, több lehet, de kevesebb nem lehet. Ez megváltozott, sokan nem értek vele, előleget lehet kérni a fejlesztési támogatásoknál. Ha megnyerték a támogatást, aláírták a szerződést a kormányzattal, meg ma szabva, hogy hány nap ez, én tudtam, hogy 2 hetet jelent, tehát
így emlékszek rá, lehet, hogy 3 hét, ez a 21 nap, de gyakorlatilag ennyi idő után megküldik a támogatás 50%-át az önök fejlesztéséhez. Meg fogják küldni ezután is. Tehát ez is egy komoly, életani plusz, hogy nem kell megszakadni és megvárni a 2 év múlva, amikor elszámolnak, hogy és akkor mit találnak még, hogy nem akarják adni a pénzt. Tehát ez a bizalom, ez kialakult a kormányzat és a vállalkozók között most már. Tehát ez a korábbi félsz, hogy nem adunk előleget, mert akkor lenyújjátok. Volt ilyen is. Persze mindig a rossz példában indulnak ki az öntésadók, hogy azt elkerülendő, de most azt mondjuk, hogy olyan szegények ma a magyar vállalkozók, hogy másképp nem fog menni. Szóval százszegnye vége szerintem, itt most nem titkolják el a többi gazdatárs előtt, mondják el, hogy tehát egy nagyon komoly lehetőség lesz a saját gazdaság helyrehozatalára, a kertészetben, szőlészetben, borászatban is. Mondhatnám, hogy lesz az áltenyésztésnek is, meg a növénytermesztésnek is, de nagyon fontos cél éppen amiatt, hogy Magyarországon beszűkültek a gazdaságok. 2003 és 2010 végéig, 10 elejéig Bács-Kiskun megyében a 240 ezer termelőből 29.800 maradt, aki adózik, aki támogatást igényel. Korábban ez 240 ezer volt. Tehát ennyi ember, tehát durván 220-210 pár ezer ember eltűnt a bácsonyai agrárgazdaságban. Ez brutális. Ez azt jelenti, hogy Bács-Kiskunnak ezen a részén is, a többi részén is elfogytak a persze idősebb termelők voltak nagy része, de ahhoz, hogy visszatérjen egy, megduplázzuk ezt a létszámot, ami foglalkoztatás szempontjából, a gyerekek visszahozása szempontjából lehetőség kínál, ha ezt nem aknázok ki, hogy támogatosan nem veszünk hozzá igénybe, nem tervezünk előtte, amit mondottam már, vagy 20-szor eddig, akkor nem tudjuk ezt bővíteni. Tehát vissza kell hoznunk Bács-Kiskunba a családi méretű gazdaságokat, el kell érni, hogy Bács-Kiskunba a szőlő, a gyümölcs, a bor, a zöldség újra kurrens termékenyen is tudjuk eladni, és ebben nagyon javaslom, hogy amit a kormány fog majd erősíteni, tehát azt a típusú tészt, amit eddig hoztak létre a magyarországi kereskedők, amiket gondolom van errefelé és van másfelé is, az, hogy egy kereskedő hoz létre egy tészt, az arról szól csak, hogy ő nagyon jó fog járni rendszerint. Tehát az a típusú tészt, majd ha jól megy most, mert az elődöntés megszületett a részünkről, hogy az állam valószínűleg be fog szállni egy-egy a fejlesztési bank révén akár, vagy más állami cég által, tehát amiben nincs döntési joga, tehát nem lesz többsége, de be fog szállni valamikor egységgel egy ilyen tészbe. A gazdák fognak összeállni, a kereskedő, ha lesz is benne, nem lehet többségbe, nem lehet 49% fölötti aránya. Magyarul a termelők, hogyha összefognak, mindenben tudnak majd dönteni, tudnak a saját ügyekben, a saját pénzük érdekében közösen döntéseket hozni. És a klasszikus európai tészeket akarok erősíteni, nem azt, ami a Móra kertben vagy más helyeken volt, ahol nekem is az én pénzem is eltűnt a ilyenfajta összefogásokban. Tehát ezt is át kell struktúrálni, ezt 2004 után fantasztikus módon az előző két kormány elintézte, hogy három kormány, hogy ne jussunk egyről kettőről, meg a tészek által se. Ebben is egy nagy változás készülődik, remélem, hogy ez be fog igazodni az én vágyam is, hogy egy ilyenben én magam is önök együtt tavaráltak, és nem kell nekem csak a piacra éjszaka indulom kis terautom, és ott szórakozni a kereskedők, amikor itt megyek, amúgy nagyon jó minőségű, akár extra minőségű halmánkat. Szóval 120 vége, kedves uraim, a hölgyeket azt nem tudjuk ilyenkor mondani, annyira ilyen férfitársam is van, hogy voltam ilyen fórumokon még. Én azt kérem őt, hogy higgyék el, amit mondtam, ez hamarosan valóság lesz. Merjenek bátran tervezni, hiszen anélkül nem fognak tudni sosem fölkészülni, és higgyék el, utolsó lehetőséget áll a magyar agrárágazat, mert ez a fajta támogatási többlet, amit most el lehet érni, épp amit nem állatot a telepeknek a trágya feldolgozásához, tárolásához adunk milliárdos támogatások, hanem a kis és közepes mikrovállalkozásnak akarunk pénzeket adni a magyar agráriumban. A közepes az nem az ipari tevékenység, ez miért közepest jelent a fejembe. Tehát ezért használják ki a kormány segítségét, használják ki a megye, akár a település segítségét, hogy fölkészülhessenek, és higgyék el, 2020 után ilyen támogatásokra nem fog tudni számítani, nem kapnak támogatást, mert az unió agrár struktúrája úgy fog átalakulni, hogy a támogatások a termelés típusú részét átveszik vidékfejlesztési célokra, amivel már település támogatás nagyon ritkán fog beleférni. Esetleg egy-két líder vagy CLD-nek nevezett új programban lesz majd itt-ott lehetőség ilyen szerkezet átalakító programokra 2020 után. Tehát úgy néz ki, hogy 2020-ig
bezárulok, kell önöknek fejlődési pályára hajtani a saját családi gazdaságokat. Ehhez kell a sok sikert, bölcs belátást, és ha kell, akkor felajánlom a számon megtisztelő szolgálatokat, úgyhogy segítségemet ezennel itt is, meg oda is felajánlom. Ez a dolgom novemberig biztos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lehet kérdezni. Képviselő úrnak. Külön örülök annak, hogy itt van a helyi tévé, és ezt a nyilvánosság elé tudjuk tenni, és sokkal-sokkal több ember gazda, vállalkozó, iparos ezt hallani fogja, vagy látni tudni fogja. Still, and every wish was fulfilled. Now the sun has turned to rain, and now the laughter has turned to